Ez az egyik abból a három háztömbből, melyet a fehérgyarmati kórházzal egy időben még 1963-ban adtak át, és az azóta eltelt több mint fél évszázadot követően még csak most értek el a felújításáig. Ennek keretében javították az épületek elavult hőtechnikai adottságát, lecserélték a külső szigetelést, valamint új külső nyílászárókat is beépítettek. Távlati cél továbbá, hogy a fűtést is korszerűsíteni tudják. Nagyon szeretnénk azt, hogyha a épületek is külön leválasztva, individuálisan, egyedileg lennének energiával ellátva, mérhető energiával ellátva. Ez azt jelenteni, hogy itt a kórházi központi energiaellátóból a három épület, tehát a három fölújított épület, illetve itt mellettünk lévő volt nővérszálló épületének is külön szeretnénk leválasztani a energiaellátási rendszerét, majd ezt követően később a lakásokba is szeretnénk, hogy valaki, tehát ezzel szeretnénk azt segíteni, hogy a bent lakó minél kevesebbet, annyit fizessen, amennyit fűt tulajdonképpen. Most ehhez hát azért több 10 millió forintos beruházásra van szükségünk. Erre sajnos az intézményünknek nincsen forrása, éppen ezért említettem én a beszédemről, hogy örültem, itt van Tégi képviselő, itt van polgármester, hogy közösen próbáljunk meg bizonyos forrásokat ezt biztosítani, akkor ezzel még komfortosabb, még jobbá tudjuk tenni az itt lakóknak a dolgait, nem beszélve arról, hogy a rezsiköltségeiket jelentősen tudjuk csökkenteni, tehát ez lenne a távlati célunk. A szolgálati lakások szerepe a szakemberek helyben tartása miatt is rendkívül jelentős, hiszen a távolabbi településekről gyakran határon túlról érkező orvosok és szakdolgozók számára biztos pontot jelentenek a munkahelyük közvetlen közelében. Jó úton járunk, amikor olyan ingatlanokba fektetünk be, amelyek az itt dolgozó orvosok, szakdolgozók lakhatási körülményeit javítják, hiszen ma az egészségügy területén érzékelhető, hogy szakemberhiány van, nem csak orvos, hanem szakdolgozói hiány is, és ennek elsősorban a gátja a lakhatási körülmények is voltak. Természetesen sok más összetevője mellett. Én úgy gondolom, hogy egy olyan intézményen tudtunk segíteni ezzel a beruházással, amely kiemelkedően fontos számunkra. Péter Csaba polgármester azt is elmondta, hogy jelenleg nagy gondot jelent a kórház közvetlen közelében a parkolás, de a Zöldváros program keretében az önkormányzat saját erőből egy parkolót is fog építetni, amit még az idén át szeretnének adni. A nővérszállón három háztömbben összesen 24 lakás áll rendelkezésre, méretüket tekintve a minigarzontól a háromszobás lakásig. Az energiahatékonysági felújítás épületenként évi 1,5 millió forintos megtakarítást eredményez az intézmény és a lakók számára. Van még feladat, hiszen a belső fűtésrendszert is korszerűsíteni kell, de nyilván ez a külső szigetelés és a nyílászáró csere azért jelentősen javítja az itt élő orvosok komfortérzetét is, ami azért különösen fontos, hiszen a legkeletibb kórház területén vagyunk. Amúgy is nagy az orvos hiány az országban, pláne ott, ami még Nyíregyházától is egy 80-90 kilométer távolságra van, és ilyenkor nem tehet mást egy városvezetés, egy országgyűlési képviselő, mint sem, hogy megpróbálja valami plusszal, valami extrával a fizetésen túl ide csalogatni a orvosokat, és azért úgy gondoljuk közösen, hogy erre jó lehetőség a szolgálati lakás. A 2018. augusztusában induló felújítási munkálatok, illetve energetikai fejlesztések megfelelő infrastrukturális feltételeket teremtettek, így jelentős energiamegtakarítást eredményeznek az intézmény számára. A fejlesztések a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárság által megítélt több mint 126 millió forintból valósulhattak meg.